föld felszínén is. Mindegyik mellett a falra el volt helyezve egy fatábla, ahova is be kellett jelölni azt, hogy aznap mennyi sót küldtek fel, a felszínen viszont be kellett jelölni, hogy mennyi érkezett meg. Erre azért volt szükség, mert közel 250 éven keresztül a sónak majdnem olyan értéke volt, mint az aranynak, és a királyi kincstárbevételének a Vielicskai sóbányából a kincstárbevétel egy harmada származott. Nagyon sok. Tulajdonképpen a só volt az, amikor felfedezték a középkorban Lengyelországban, ami megindította Lengyelországnak a felvirágzását. Ezért nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy-egy hordónyi só, amely kb. 600-700 kg-ot nyomott, és majdnem annyit ért, mint az arany, hogy el ne tűnjön valahol ugye útközben. De hát az emberek véleményessége pár száz évvel ezelőtt is ugyanolyan volt, mint ma, és voltak ugye kisebb aknák, ahol élelmiszer és ivóvíz jutott a bányászoknak, úgyhogy ott egy kisebb kordó, ami ilyen 100-150 kilós volt, mindig elfért, amit föl tudtak azért juttatni a felszínre.